London és Rio után Tokióban is ott lehet az olimpián Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló megkapta a hivatalos értesítést, így biztossá vált az utazása. A gyaloglóknál május 31-ig tartott a kvalifikációs időszak, és Máté olyan helyen van a világranglistán, mely olimpiai részvételt ér. Nagyon-nagyon jó érzés, igazából így úgy készültünk, hogy ez a minimális célkitűzés, de most, hogy tényleg hivatalossá vált, így mégis azért hatalmas nagy öröm számomra, hogy harmadjára képviselhetem hazámat a világ legnagyobb sporteseményén. Minden sportoló álma, hogy részt vehessen egy olimpián. Nekem ez most már harmadjára fog megadatni, és nagyon-nagyon büszke vagyok magamra, és örülök, hogy ez a rengeteg munka megtérül. Pokrovenszky József tanítványa az 50 kilométeres távon áll majd rajthoz. Nagyon nehéz kvalifikációs időszak van a háta mögött, mivel a koronavírus járvány miatt kevés versenyt rendeztek, ráadásul sérülések is hátráltatták. Bár 25 kilométeres viadalokon indulhatott, a hosszabb távon régen versenyzett, ezért ez hátrányt jelent. Az atléta viszont jó formában van, és bízik abban, hogy sikerül jó eredményt elérni a játékokon. Versenyzett már Japánban, ahol várhatóan nagyon meleg és párás körülmények fogadják majd az indulókat, éppen ezért a szervezők úgy döntöttek, Tokió helyett Szapporóban rendezik a gyalogló és a maratonfutó versenyeket. Itt kicsit hűvösebb van, de így is 30 fok körüli hőmérsékletre lehet számítani, így reggel 6 órakor lesz a rajt. A nyíregyházi sportolók közül Hellebrand Mátén kívül a kerekesszékes vívó Tarjányi István tokiói részvétele biztos, ő a paralimpián indul.